Hello, srácok! Boldog karácsonyt szeretnék kívánni mindenkinek, és képzeljétek, én is kaptam tőletek, mármint egy nézőtől egy karácsonyi ajándékot, és ezt szeretném megmutatni nektek, és unboxingolni. Ott van a karácsonyi fa, oda raktam, gondoltam. Egyébként már egy hete megkaptam, Csabától kaptam, köszönöm szépen neki, és ne haragudjon, hogy csak most bontam ki, de úgy gondoltam, hogy így karácsonyi fa alatt lenne igazán stílszerű, így lenne igazán valós, mert igazából írta az e-mailbe, hogy boldog karácsonyt, és gyakorlatilag karácsonyi ajándéknak szánja szerintem. Na, ez az én kicsi karácsonyfám egyébként. Várjatok, ura viszlek benneteket. Álványom vagytok, úgyhogy könnyen megoldom ezt a dolgot. Na, meg is vagyunk elvileg. Itt van a doboz, amit én már előre kibontottam, úgyhogy én tudom, mi van benne, de megmutatom nektek azért, jó? Kicsit idébb raklak benneteket, így. És akkor jöhet az unboxing. Van benne egy ilyen doboz, ezt mindenképpen a dobozát is meg szeretném mutatni, remélem, hogy a fókusz az elboldogul vele. Látjátok, ezen az oldalon egy traktor van, valami répaszedő alkalmatosság, vagy krumpliszedő alkalmatosságot hoz. Ezen az oldalon éppen szalmát, kévéket raknak, szerintem kévéket raknak pótkocsira, bár azt lehet, hogy széna. Ezen az oldalon pedig hát nem is tudom, hogy mit csinál. Ez valami, lehet, hogy valami vágószerkezet. Igen, ez valami vágószerkezet, ami gyakorlatilag ugye levágja a gabonát, és utána ott látni, hogy a távolba kévékbe van rendezve, ott az emberek ugye összekötik, és összerakják a levágott gabonát. Ugye itt még nem volt kombájn, itt még cséplőgéppel, később ugye ezt elszállították, és cséplőgéppel csípelték le a dolgokat. Na, de jöjjön akkor az unboxing, hát megpróbálom így kézbe szerintem ezt kibontani, megmutatni nektek. Csak tudnám, melyik az alja. Belekeveredett a keeper. Ja, nem, ezt így kell. Oldalról kell kibontani. Valami kis szesz meg ide került. Így. És remélem látjátok, szerintem már jó páran felismeritek. Ez nem más, mint egy, van felirat is. Egy Belarus MT, nem tudom miért MTS-nek nevezik, MTS 50 Super 1971-es kiadású. Gyorsan kibontjuk és megnézzük akkor részletesebben. Elég nehéz. Ez szerintem fémből van, gyerekek. Egyébként ez nem egy játék, hanem ugye ez nem más, mint egy modell. Igen, a fókusz nem biztos, hogy boldogul vele. Majd mindenképpen csinálok közeli képeket a gépről. Nagyon jó ki van dolgozva egyébként. Ott van ez a vonó rész is. Igen, lehet, hogy manuál fókuszt kellene alkalmaznom. Na, akkor a videó végére rakok be majd képeket erről a modellről, és meg tudjátok nézni. És szeretnék én is boldog karácsonyt kívánni mindenkinek, és Csabának is, és köszönöm neki az ajándékot. Sziasztok!